1440-ben az Aldunai Keve, illetve két szomszédos településéről az ott lévő polgárok egy része elmenekült, pontosabban elhagyta otthonát és uralkodói engedéllyel egy hosszabb vándorlás után itt a Csepel-sziget délkeleti részén kötött ki. És tulajdonképpen innen indul valahogy a mi városkánknak a története. A város 575. évének születése alkalmából egy könyvbemutatóra érkeztünk, és ez a könyv dr. Miskei Antal Ráczkevei Okmánytár című könyve. Ez a könyv, mint azoknak az okleveleknek és forrásoknak, a 15-17. Századi okleveleknek és forrásoknak a fordítása, amit mi egyszerű ráczkevei polgárok nem tudunk elolvasni, hiszen a középkori latin nyelv, nem szégyenünk, hogy mi nem ismerjük, de van közöttünk, él közöttünk egy ember, és nagyon kevesen vannak az országban, akik ezt a nyelvet és ezt az oklevél formát tudják fordítani, és ez dr. Miskei Antal. Ugye a kiváltságokra két település tett szert. Az egyik az Aldunai Keve városa volt, amelynek a lakója, ahogy elhangzott itt, 1440-ben nem jó számtukból, hanem kényszerből a török terjeszkedés hatására elhagyták lakhelyüket és ide költöztek. Na most az érdekesség az ennek a vándorlásnak, hogy ez csak ideiglenes jellegű volt. Tehát a jövevények azzal számoltak, hogy ahogy a török visszahúzódik a Balkán félszigeten, akkor ők hazatérhetnek. Keve nem egyszerűen vár volt, tehát nem egyszerű erősség, hanem a suburbiumban, tehát a vár alatti település rész, az elérte egy idő után a városi kiváltságokat, vagyis a városi jogállást. Ezt egyetlen egy település sem tudta elérni akkor, kizárólag az Aldunai Keve. A másik pedig, és az iratokból kiderül, hogy a kereskedők gyakran jártak Szerbiába. Gyakori formula az, hogy Szerbiába való, Magyarországból Szerbiába, illetve Szerbiából Magyarországra való oda-vissza költözésük. Tehát a kereskedelmi tranzakcióik nagy része az Szerbiába irányult. Második Murád szultán elfoglalta Szentrőd, azaz a szerb uralkodónak, Brankovics György despotának a székhelyét, akkor költöztek el. És jöttek, és nem is Ráczkevén akartak megszállni, hanem tudjuk Skarica Máté verséből, hogy eljutottak Esztergomig, aztán valamiért visszafordultak, és végül is a királyi birtoknak számító nagyszigeten leltek otthonra. Ez egy hiánypótló tanulmány. Ugye ezek az iratok nem álltak magyarul rendelkezésükre, csupán latinul. Egy-két beavatott szakember tudta csak olvasni őket, így most a nagy nyilvánosság is hozzájut az információkhoz. Ezek az oklevelek zömében kiváltságlevelek. Nem mind, de zömében. Tehát az azt jelenti, hogy a település az uralkodótól kapott privilégiumokat, amelyek mint jogi objektumok elősegítették a település városiasodását, illetve városias működését. Az Árpád muzeális gyűjteménynek a dokumentációs gyűjtemény legértékesebb darabjai ezek a 15-17. Századi oklevelek és iratok, tehát 1405 és 1647 között készültek, és akkor úgy döntöttem, hogy célszerű ezeket a szövegeket lefordítani. Mindent latin nyelven írtak, és mindent a latin kultúrkör szerint értelmeztek. Tehát amikor én visszaadtam a fordítást, akkor e szerint jártam el. Azt kell mondani, hogy ez egy óriási munka volt, és hiába menet közben többször beszélgettünk erről, szinte mi magunk sem tudjuk felfogni, hogy mekkora az a teljesítmény, és milyen alapossággal, és valóban az Antira jellemző precizitással, tehát itt életedetlennek kellett lenni mindenben.
Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy rendkívüli kiadvány, nem csak itt nekünk Ráczkerének, hanem az országban is. Ünnepeljük, ami nem kis idő egy település életében. Ennyi ideje, hogy a török elől menekülő Aldonai Kele város lakosai eljutottak erre a területre, megtalálták ezt a helyszínt, és letelepedtek. Szörnyű lehetett ott hagyni mindent, otthont, családot, barátokat. Ez egy tragikus dolog volt az életükben. El sem tudom képzelni, hány átsírt éjszaka és nappal állhatott el mögött, és aztán mégis megteremtették a csodát, megszületett Ráczkere. Persze ezt a születést, ezt történelmi pillanatként kell érteni, ez egy folyamat volt. Ez az 575-ös esztendő, ez azért furcsa, mert valóban ide nyúlik vissza Ráczkere születés, vagy egyáltalán beszélhetünk településnek ilyen eseményéről, de valójában a végleges megszületése az még váratott magára. Maga Ráczkere és az ország története is üzen nekünk azt, hogy még a lehetetlennek tűnő helyzetekből is van kiút, hogy fel lehet állni minden pofon után, és hogy védjük meg az értékeinket. És ezt köszönöm szépen, ezt a lehetőséget, és ezt a sugallatot Miskei Antalnak és a kötet másik gondozójának, Erkirékának.